Egy szokatlan startup verseny mutatkozott be a legutóbbi Spin-off Klub pódiumbeszélgetésén. A Women Startup Competition ugyanis olyan újonnan induló vállalkozásokat szólít meg, ahol legalább fele részben nők alkotják a csapatot. Ráadásul mindez nem csak Magyarországon, de összesen 7 helyszínen Európában. Az alapító Müller Tamás és Lukács Andrea elmondták, hogy a 2014-es induláskor még kevesebb, mint 100 résztvevő volt, mára azonban bőven 300 fölé nőtt a nevezések száma. Pedig a versenynek nem csak a kiírása, de a díjazása is szokatlan. Mi nem befektetéseket ajánlunk, mert hogy a befektetés az olyan, mint egy házasság. Tehát a befektető és a startuper között, tehát jól meg kell választani a partnert. Mi ebben segítünk, hogy minél többel találkozzanak, minél többel összejönnek. Ideig egyébként minden nyertes kapott befektetést, nem tőlünk, csak rajtunk keresztül, illetve olyan tárgynyereményeket és szolgáltatásokat adunk neki, ami az elkövetkezendő években segítik, tehát laptopokat, mobiltelefonokat, olyan igazolványt, amivel 3 napot minden európai coworking irodába el tud tölteni, tehát olyan szolgáltatások, meg olyan dolgok, amivel a következő évet ki tudják húzni. Nekünk nem csak az a célunk ezzel a történettel, hogy itt Magyarországon felemeljük a startupereket és a hölgy vállalkozókat, hanem van egy olyan burkolt cél, hogy próbáljunk meg ide csábítani tehetségeket, mondjuk külföldről, és Magyarország most jelenleg nagyon jó helyzetben van abban, hogy iszonylag a költségek alacsonyak, tehát egy londoni kezdő startup még egy évet kinkeservesen hoz ki Londonba, addig, hogyha Budapestre leköltözik, és itt fejleszti ki a termékét, akkor habzsidőzsi van. És ez egy nagyon fontos a korai fázis, hogy minél kisebb költségből jussanak el addig az eredményig, ami utána tovább tud menni a befektetők felé, vagy eladásra. A beszélgetésből további részleteket mutatunk be kulturális körkép című műsorunkban.